kormálom, álom szelep új. Védtelenek árván sűr, könnye hull, felébresztjük újra a szunnyadó erőt. Adjon a jó Isten szemjövőt. Azt szeretném kérni mindenkitől, először is nagyon örülök, hogy eljöttetek, és hogy támogatjátok ezt a rendezvényt. Itt most mi azért jöttünk elsősorban össze, hogy a Magyar Gárda becsületét visszaállítsuk. A pártok és határok feletti voltát kihangsúlyozzuk, le kell mossuk a Jobbikot magunkról, mert ez a, tehát tulajdonképpen az alapítókon túlnőtte magát a szellemisége a Magyar Gárdának, és arról szól a történet, hogy ezt a baloldalra sodródást, ezt az álmokfutást, ezt abszolút nem támogatja az a szellemiség, amit a Gárda képvisel. Az, hogy most egy szatellit Gárda, új Magyar Gárda, másodjára megalakult új Magyar Gárda, ez létezik a Vona Gábor holdudvarában, ez mindig is így lesz. Nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a Magyar Gárda. A Magyar Gárda 2007-ben alakult meg, 2009-ben ugye szerintem jogtalanul, de feloszlatták. Arról szól a történet, hogy itt folyamatos leszalámizás ment mindig a párt érdeke szerint. Ez nagyon sok gárdistát ugye sértett, mi juttattuk be őket a parlamentbe, és nem ezt vártuk tőlük, hogy egy ilyen irányba elmenjen a párt, úgyhogy megvonjuk a támogatást, hogy ezt szeretnénk kifejezni most ezzel a demonstrációval, és azzal a jelképpel, hogy visszavesszük a Vona Gábornak a mellényét. Ez a rendezvénynek a fő motivuma. Nyilvánvaló, hogy arra senkinek készüljön, hogy jogsértésbe belemegyünk. Azt hiszem, hogy már nyilatkozott is a Vona, hogy nem fogja visszaadni. Nincs ezzel semmi baj. Virtuálisan megvonjuk tőle a használati jogot. Nem méltó arra, hogy az esküjéhez. Jó, azt szeretném még elmondani, hogy obszén bekiabálásokat, ezeket mellőzzük. Abszolút az ő malmukra hajtanánk ezzel. Ugye tudom, hogy ti fegyelmezettek vagytok, de szeretném azt, hogy mindenki akkor ezt tartsa be. A program az lesz, hogy szépen komótosan levonulunk, a Sportmaxot megkerüljük északról, mellette egy füves területen ott fogunk felsorakozni, lazán, és egy négyfős delegáció fogja a petíciót, ugye ki kell hívjuk a Vonát, várjuk a mellényét, és abban elmondjuk a véleményünket, ezt át fogjuk nekik adni, és utána ezt természetesen nektek is felolvassuk, illetve a sajtó képviselőinek, mindenkinek adunk egy példányt belőle. A himnusz eléneklése után pedig váratlan olyan 3 órakor megtettük, amit a Magyar Gárdának meg kellett tennie.
2010-ben a parlamentbe jutásukor Kis Róbert ígérte ezt meg az akkori főkapitánya. A Magyar Gárdának nagyon sajnálom, hogy nekem kellett az élére állni sok nagyon jó kipróbált bajtással egyeztetve, hogy ezt megtegyük. Sem Kis Róbert, sem Mészáros István nem állt ennek az élére. Mészáros Istvánék olyan holdudvarban vannak, hogy jobbikos parlamenti jelöltség, tehát elindult a parlamenti választások, hogy jelölt volt Baja térségébe. Én innentől kezdve nem tudom őket komolyan venni azzal, hogy a gárdai eszmeiségét, a pártok és határok felettiséget ők ezt komolyan gondolják, bármilyen nyilatkozat elhangzik. Nem tartom őket a Magyar Gárda utódainak. És 15 órakor váraton, akkor befejezzük a rendezvényt, és mindenki békésen hazamegy. Jó? Annyit szeretnék kérni, hogy a szájeltakarásokat tényleg, hogyha hideg van, vagy valami, akkor az úgy működhet. Arra ne menjen ki az egész, hogy nyilván nem is tervezünk semmilyen jogsértést, mint az előbb mondtam, de hogy bárki is takarja, vagy rendőri intézkedés elől takarja az arcát, hogy ez meghűsülje. Jó, de ezt nagyon jól tudjátok, jó? Biztosítók zöld mellény, vagy ilyen sárga mellényben vannak. Bárki korra nemre való tekintettel megszegi azt, tehát ezeket az obszén bekiabálásokat, rendbontást tapasztalunk itt az egységbe, az ki lesz emelve, és át lesz adva a rendőrségnek, vagy további intézkedés céljából. Úgyhogy szeretném, hogyha méltósággal menne ez is fegyelemmel, mert bármi nem így történik, az a Vona Gábornak egy nagyon jó táptalaj arra, hogy megszabaduljon a radikálisoktól, és ennyit szerettem volna akkor elmondani, jó? Megvárjuk még a debrecenieket, hogy megérkezzenek, és akkor... Az lesz. Eddig itt mi azt tapasztaltuk, hogy körülbelül 50-60-an lehetnek, de arról, hogy valójában mi a célja és mi ellen tiltakoznak, itt van mellette a Magyar Gárda volt vezetője, Sirip Gábor. Mi ellen tiltakoznak? Visszavesszük volna Gábor Gárda mellényét, mert méltatlan nem állt az esküjéhez, elfordult teljesen a Magyar Gárda alapításakban a pártok és határok felettiségtől, és ez a balra tolódás a politikájának, ezzel nagyon nem értünk egyet, nem képviselni álláspontunkat, és így ezzel szeretnénk elképesen kifejezni azt, hogy megvonjuk a támogatásunkat a Viktor. Akarják tényleg venni tőle a Gárda mellényét? Ő úgy nyilatkozott, hogy nem adja oda. Ennek a petíciónkban, amihez át fogunk nyújtani, lesz majd egy olyan kitétel, hogy ebben az esetben mit várunk el tőle, hogyan viselheti a jövőben a mellényét, illetve föl lesz hatalmazva minden gárdista, aki a Kárpát-hadában esküdtett 2007-ben, hogy azt átvegye tőle. Mi a terv egyébként, mint most itt 3 óráig, mit tudom, addig maradnak? 3 óráig itt leszünk, igen, molinókat húzunk ki, illetve egy delegáció bemegy az épületig, elmegy, és ott a petíciót át fogjuk adni, illetve megkíséreljük azt, hogy kijöjjenek. Amennyiben ez nem történik meg, van egy olyan B-tervünk, hogy bentről
van egy emberünk, aki ezt át fogja venni, és hát el fogja juttatni a Gábornak, illetve a megfelelő személynek. Tehát mindenképpen meg fogja kapni. Várjuk ki a Vona Gábort a mellényével. Köszönjük szépen. Tehát, mint ahogy önök is hallották, 15 óra 30 perckor tart beszédet Vona Gábor, ezt a Hír TV élőben közvetíti, és hogyha valami rendkívül történik, addig akkor megjelentkezünk. Elmegyünk a bejárathoz. Egy petíciót szeretnénk eljutatni Vona Gábornak. Jó, egy pillanat türelmet kérem. Köszönöm, jó? Maradj itt. Oké. Ő is jön a Gábor. Mellényét ne hagyja benn. Peti. Menj, menj! Szeretnénk ezt a petíciót átadni, és ugye sajtóból, nyílt levélből a Vona Gábor már tájékozott arról, tudom azt is, hogy nyilatkozott is tévének, hogy a mellényével mi újság van. Hol van a mellénye? Petíciót nem tisztelettel átteszem. Köszönjük szépen, és el fogom jutatni elnök úrnak. Tehát akkor nem kapjuk meg a mellényt. A petíciót átadom elnök úrnak. Köszönöm szépen. Mikor szok válasz? Elnök úr fog válaszolni. Kivel lenne a várjunk? Nagyon jó volt. A sajtónak a konkrétan mit jelent ez a petíció? Mennyire jelent szakítást jelen esetben a Jobbikkal, illetve olvasottuk korábban önnek azt a véleményét, hogy nem a Jobbikra, hanem a hazára tett esküt. A Szent Koránál tettek, a gárdisták a Szent Koránál tettek esküt, minden Magyarországon felhatott gárdista a Szent Koránál tett esküt. Az, hogy a Jobbik ezt kisajátította, és saját céljaira használtak fel, az tisztán látszik, mert ugye ez a szatellitgárda, ez most is bent van az épületben. A gárdisták, ők a nemzetért vannak. Mit éreznek most a párfordulással kapcsolatban? Hogyan írunk ebből neked? A csalódottságot, mindenki csalódottságot. Én a magam részéről, tehát itt a magam részéről azt tudom mondani, hogy sokkal egyenesebb dolog az, hogyha egy kijelölt úton letérés nélkül megy tovább egy politikai erő, mert azt gondolom, hogy most más oldalról szavazókat szerezni, az azért nem olyan egyszerű, viszont azokat a régi szavazókat, akik ezt támogatták, most a radikálisokról beszélek, azokat viszont nagyon könnyű elveszteni. Mi lesz ezután? Ugye most visszakérték a mellényt, Vona Gábortól, aki alapította az egyetlen testületet. Igen. Most a jövőben új elnököt választanak, vagy hogyan tovább? Már mihez? A gárdának új elnöki. Magyar gárdának nincsen elnöke. Ez egy mozgalom, ami életre kelt, belett 2009-ben tiltva, de úgy, ahogy a petícióban is volt, él és lélegzik. Lát, figyel, magyarul van. Ez most már mint egy szellem, ez van. Ezt testesítjük mi meg. 2007-ben én 2007-ben avattak engem föl, és akkor tettem esküt a Szent Koronára. Mit gondol arról, hogy a Jobbikból azt mondták, hogy önöket a Fidesz pénzzel is csak azért kiderült meg? Ez teljesen hülyeség. Semmilyen pártal nem. Én a Jobbiknak sem voltam tagja.
pontosan itt a pártok és határok felettiség az, ami engem megmozgatott, ez motiválta arra, hogy én ebbe a mozgalomba belépjek 2007-ben. Csak sajnos hát itt a politika erőt próbáltak kisajátítani, és mindenféle leszalámizásnak, ami ugye 2007-től napjainkig történik, volt először Új Magyar Gárda lett a feloszlató ítélet után, azután a Magyar Nemzeti Gárdát alapították meg, utána ott is volt egy olyan, hogy a vezetője Nácsi József, aki itt van körünkben, ő nem kívánta Jobbikkal maximálisan. Ő is maximálisan tartotta a pártok és határok feletti eszmét. Ez ugye Jobbiknak, a Huna Gábornak nem tetszett, megint szét kellett verni, és most az Új Magyar Gárda 2.0 szervezet, amit említettem, az a szatellit gárda, akik teljesen pártkatonák, tulajdonképpen munkásőrség. Nagyon sajnálom egyébként őket, nagyon jó emberek vannak, csak ők még ezt nem látják. Bocsánat, a petíció alapján az eszembe, a Magyar Gárda mozgalomból kizárták Huna Gábort. Így van. És erre kaptak már valamilyen választ? Nem, hát most azt kérdeztük meg, amikor átadtuk a petíciót, hogy mikor kapunk a petícióra választ. Ez még föl lenni? Nem kell nekünk választ, ez van Huna Gábornak. Nem kell erre választani, hogy az, hogy ki lett zárva, elmondtuk tőle a Gárda tagságát, így döntött a Magyar Gárda. Kérdezvényel, hogy eljöttetek és megmutattuk, hogy vagyunk. Jó? Szerencsés hazautat mindenkinek! Mindenki arra menjünk, hogy eljöttetek! Egy mondatok, hogy állhat! Isten! Szerep nyújt!